Szeretettel köszöntöm a videótanár nézőit. Ebben a videóban a horti korszak jellegzetességeiről, jelentős politikusairól és a revíziós politikáról lesz szó. A horti korszak jellegzetességei. Magyarország történelmében az 1920-tól 1944-ig tartó időszakot az ország élén álló kormányzóról Horti korszaknak nevezzük. Horti Miklóst 1920. március 1-én kinevezték Magyarország kormányzójának. Ez azt jelentette, hogy a legfontosabb kérdésekben Horti Miklós kormányzónak döntő szava volt, törvényeket csak az ő aláírásával hirdethettek ki, ő nevezte ki a miniszterelnököket, de le is mondhatta a, minisztere mondathatta a miniszterelnököket, ő volt a hadsereg főparancsnoka, és arra is joga volt, hogy a parlamentet feloszlassa. A horti korszak jelentős politikusainál mindenképpen meg kell említenünk gróf Betlen Istvánt. Ő teremtette meg az ő miniszterelnöksége alatt sziráldult meg a horti rendszer. 1921-től 1931-ig volt Gróf Betlen István Magyarország miniszterelnöke. Nagyon fontos Lépés volt miniszterelnökségében, hogy megegyezett a legnagyobb ellenzékkel, a szociáldemokratákkal. Megegyezett velük, hogy a munkások körében nem szerveznek ö, sztrájkokat, nem szerveznek tiltakozásokat, cserében ö, legálissá tette működésüket, tehát a szociáldemokraták indulhattak a parlamenti választásokon és működhettek. Gróf Betlen István miniszterelnöksége alatt volt a földtörvény elfogadása. A földtörvény nem nyúlt hozzá a nagybirtokrendszerhez, viszont a parasztok egy része kapott földet. Kapott földet. Betlen István új választási rendszert vezetett be, amelyel biztosította a kormánypárt többségét. Európában egyedülálló módon a, demo, a parlamentális országok körében, Budapesten és környékén bevezette a nyílt szavazást, és a szavazásra jogosult polgárok számát is lecsökkentette körülbelül 28%-ra. Ezzel az új választási rendszerrel tehát biztosította azt, hogy a parlamentben a kormánypártnak kétharmados többsége legyen, ezzel a kormánypártot nem lehetett leszavazni. A gazdaságot is rendbe hozta. Ugye az első világháború után a korona teljesen elértéktelenedett, ezért új értékáló pénzt vezetett be a pengőt. A népszövetségtől kölcsönt kért Magyarország számára, Ebből a kölcsönből helyreállította az államháztartás egyensúlyát, a maradék pénzből pedig az egészségügyet és az oktatást iskolák építését támogatta. A Betlen korszak híres külügy, kultúrminisztere volt gróf Kribensberg Kúno, aki oktatási miniszterként számtalan iskolát alapított Magyarországon, és építetett és rendezett be Magyarországon. A gazdaság fellendülését szorgalmazta Gróf Betlen István, a textilipar, a villamos energiatermelés és a vasúti közlekedés is nagyban fejlődött az ő miniszterelnöksége alatt. Viszont ezt a gazdasági fellendülést Megakadályozta a nagy gazdasági világválság, mely 1929-től 1933-ig tartott. A gazdasági világválság elérte Magyarországot is, Magyarországon főleg a mezőgazdaságot érintette. A termékek ára egyre zuhant, a gazdák tönkrementek, és ez munkanélküliséget eredményezett Magyarországon. A közép rétek helyzete is meggyengült, az életszínvonala az embereknek egyre romlott. Ez előidézte a szélső baloldal erősödését, mely sztrájkokban, tüntetésekben mutatkozott meg. Betlen ezért lemondott miniszterelnökségéről, Horti Miklós kormányzó Károly Gyulát nevezte ki miniszterelnöknek. Károly Gyula kormánya keményen fellépett a sztrájkok és tüntetések ellen, statáriumot, rendkívüli állapotot vezetett be az országban. Erre azért volt szükség, mert a sztrájkok és tüntetések nagyon sokszor elfajultak, és utcai összecsapásokban mentek át, valamint a képen látható a biatorbágyi merénylet, amikor is Matuska Szilveszter felrobbantotta a viaduktot, ami körülbelül 20 ember életét követelte. Tehát mindenféleképpen vissza kellett szorítani a szélső-baloldal erősödését, és ezt Károly Gyula kormánya nagyon erős kézzel, keményen fellépve megtette. A következő miniszterelnök a horti korszakból, akit meg kell említenünk, Gömbös Gyula. Gömbös Gyula 1932-től 1936-ig volt miniszterelnök. 95 pontos programjában szinte a magyar társadalom minden rétegének ígért valami biztatót. Például békés revíziót ígért, titkos választójogot, földreformot, munkanélküliség megszűnését, külföldi piacot és gazdasági fellendülést. Viszont Miniszterelnökségének vége felé diktatórikus eszközökhöz nyúlt, ami nem tetszett sem politikus társainak, sem pedig Horti Miklós kormányzónak. Ezért Horti Miklós uh, gondolkodott azon, hogy leváltja Gömbös Gyulát a miniszterelnökségről, de Gömbös Gyula ekkor már halálos beteg volt, és nem sokkal utána meg is halt külpolitikájában sikerült megvalósítania azt az ígéretét, amelyre külföldi, amelyben külföldi piacot ígért Magyarország számára. Ezt a piacszerzést megvalósította, egyességet kötött Olaszországgal, Németországgal és Ausztriával egy gabona programról, hogy Magyarország a gabonáját ezekbe az országokba szállíthatja, és ezekben az országokban felvásárolják a magyar gabonát. Gömbös Gyula volt az első magyar miniszterelnök, aki Németországba utazott, és találkozott Hitlerrel, miután Hitler Németország kancellárja lesz. Tehát Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt, kezdődött el a Magyarország és a hitleri Németország kapcsolata. Gömbös Gyula miniszterelnöksége után megfigyelhető, hogy a magyar kormányok és Magyarország egyre jobban tolódik a hitleri Németország felé. Mi volt ennek a jobbra tolódásnak az oka, az okai? 1938-ban szomszédosak lettünk Németországgal, mivel Németország az Anschlusszal bekebelezte Ausztriát, mivel Németország Magyarország közvetlen szomszédságába került, Magyarországon erősödött a szélsőjobboldal és az antiszemitizmus. Ezt eredményezi, hogy 1938-ban Magyarországon bevezetésre került az első zsidó törvény, amely kimondta, hogy a zsidó vallásúak arányát egyes értelmiségi pályákon 20%-ban kell meghatározni. A, viszont a jobbra tolódással a területi revízió lehetősége is felcsillant, a revízióhoz viszont akár békés, akár harcias revízióról van szó, erős hadsereg kellett, hogy Magyarország mögött egy erős hadsereg álljon. Viszont Magyarországot ugye a trianoni békediktátum eléggé korlátozta a hadsereg létszámának felállításában. A képen látható Darányi Kálmán miniszterelnök viszont meghirdette az 1 milliárd pengős fegyverkezési programot, az úgynevezett győri programot. Ennek hatására a hadseregben elindult egy fejlődés, viszont még mindig a térség leg, egyik leggyengébb hadseregével rendelkezett Magyarország. A revíziós politika eredményei 1938-ban az első bécsi döntés következtében Magyarország visszakapta felvidék déli részét a visszacsatolt rész lakosságának 85%-a magyar nemzetiségű volt. Ez a terület körülbelül 12.400 négyzetkilométer volt, amit visszacsatoltak Magyarországhoz. A bécsi döntés előzménye a Müncheni Egyezmény volt, ahol Adolf Hitler, a Németország kancellárja és Mussolini, Olaszország fasiszta vezetője eldöntötte, hogy Csehszlovákiát, a csehszlovák területek egy részét, a szudéta vidéket Németországhoz csatolják. A képen az látható, ahogy a magyar katonák és a magyar hadsereg bevonul Kassára. Itt látható a térképen, hogy az első bécsi döntésben tehát a felvidék déli részét csatolták vissza Magyarországhoz. Ahogy említettem, ez körülbelül 12.400 km² területet jelentett, és a területen élő lakosság 85%-a magyar volt, tehát nagyon sok magyar visszakerült az anyaországhoz. Kárpátalja és Észak-Erdély elfoglalása 1939. márciusában Hitler hozzájárulásával a magyar hadsereg elfoglalta Kárpátalját. Ez körülbelül 12.000 négyzetkilométernyi területet jelentett, viszont a visszacsatolt területek lakosságának csak 13%-a volt magyar, a többség ukrán ö, ö, származású volt. 1940-ben a második bécsi döntés hatására Erdély északi fele és Székelyföld is Magyarország élet. Ez a terület körülbelül 43 ezer négyzetkilométernyi terület, 2,5 millió lakost jelentett, melynek 52 a magyar volt, tehát a lakosságnak több, mint a fele. A képen az látható, ahogy Horti Miklós ö, katonái élén bevonul ugye Erdélyben és egy plakát, ami azt hirdeti, hogy Erdély újra magyar föld. Ha megnézzük a térképet, azt láthatjuk, hogy 1939-ben ugye visszacsatolták Magyarországhoz Kárpátalját. Említettem, hogy itt a 12.000 négyzetkilométernyi terület lakosainak csak a 13%-a volt magyar, valamint Láthatjuk a második bécsi döntés következményét 1940-ben. Észak-Erdély és Székelyföld visszacsatolása Magyarországhoz, ami óriási terület, 43.400 ezer négyzetkilométernyi terület, és a lakosságnak több mint a fele magyar volt. Viszont meg kell említenünk, hogy Dél-Erdélyben, amit ugye nem csatoltak vissza Magyarországhoz, körülbelül 400 ezer. Magyar nemzetiségű ember maradt. Viszont ezek a területi visszaszerzések, ugye, amint említettem, mind német segítséggel történtek, és a németeknek voltak cserében követeléseik. A revíziós politika sikerét tehát hazánk a németeknek köszönhette. Hitler cserébe kérte a magyar kormányt, hogy engedje Magyarországon a szélső jobboldali szervezkedéseket, a nyilasok szervezkedését. Magyarországnak a revíziós politikáért cserében, a terület visszacsatolásért cserében csatlakoznia kellett a három hatalmi egyezményhez, és ezzel elköteleztük magunkat a fasiszta hatalmak mellett a második világháborúban. 1941. április 11-én Délvidéket is birtokba vették a magyar csapatok, így Magyarország teljesen belesodródott a második világháborúba. Gróf Teleki Pál 1920 és 1921, valamint 1939 és 1941 között volt Magyarország miniszterelnöke. Gróf Teleki Pál fegyveres semlegesség mellett kötelezte el magát, arra törekedett, hogy Magyarország ameddig csak lehet, kimaradjon a háborúból. Ezért 1940-ben barátsági szerződést kötött Jugoszláviával. Viszont Hitler Jugoszlávia megtámadásához Magyarország segítségét kérte kérte, hogy a német csapatok hagyvonuljanak át Magyarország területén, és így támadhassa meg Jugoszláviát. Teleki Pál miniszterelnök ebben nem akart beleegyezni, hiszen a barátsági szerződés ezt nem engedte meg, Horti viszont igent mondott Hitlernek. Teleki Pál miniszterelnök ebben lelkileg teljesen összeomlott, és 1941. április 3-án öngyilkos lett. A német csapatok viszont átvonultak Magyarországon, bekebelezték Jugoszláviát, és amint az előbb említettem, 1941. április 11-én a magyarok bevonulhattak délvidékre, és visszakaptak délvidékből is egy részt. A következő miniszterelnök, akiről szólnunk kell, Kálai Miklós 1942-től 1944-ig volt miniszterelnök. Fő célja az ország kimenekítése a háborúból. Úgynevezett hinta politikát folytatott Kálai Miklós. Ez azt jelentette, hogy látszólag a németekkel fenntartotta az együttműködést, de Kálai Miklós kormánya titkos tárgyalásokba kezdett az Antantal. 1943-ban előzetes, titkos, fegyverszüneti megállapodást is kötött Kállai Miklós az Antantal, viszont a német hírszerzés ezt kinyomozta, Hitlert tájékoztatták erről, ezért Hitler utasítást adott Magyarország katonai megszállására, hogy megakadályozza azt, hogy Magyarország kilépjen a háborúból. A német megszállásra 1944. március 19-én került sor. A németek nem ütköztek ellenállásba. Horti a helyén maradt, és német barát miniszterelnököt nevezett ki. Ez az Anton számára egy olyan üzenet volt, hogy Magyarország Németország csatlós országává vált, hiszen beengedte a német katonákat Magyarországra. A képen azt láthatjuk, ahogy a német katonák a Budai várnál masíroznak. A német megszállás után a gestapú is hamarosan megjelent Magyarországon, így nagyon keményen elindult a magyar zsidók üldözése. Elindult az ország gazdasági kifosztása, mindent a háborúra ment el. Az első magyar hadsereget kiküldték a Szovjet frontra, és az Antant sem maradt tétlen, az angol és az amerikai gépek elkezdték bombázni Magyarország területét. A német megszállás ellenére Horti Miklós fegyverszüneti küldöttséget küldött Moszkvába, természetesen titokban. El is készítették ezt a titkos fegyverszüneti megállapodást, viszont nem volt jó előkészítve a hadsereg köreiben, a hadsereg tiszti voltak német barát tisztek, akik megtagadták Horti parancsát. 1944. október 15-én Horti egy kiáltványt ö, olvasott fel a rádióba, mely arról szólt, hogy Magyarország kilép a második világháborúból, de közben a németek elrabolták Horti fiát, megzsarolták Horti Miklóst, így másnap, 1944. október 16-án a kormányzó lemondott, és a Nyilas párt vezérét nevezte ki miniszterelnöknek Szálasi Ferencet. Szálasi Ferenc miniszterelnöknek való kinevezése azt jelentette, hogy az ország a végsőkig kitartott a németek mellett, és megvárta a szovjet csapatok bevonulását, és az országot teljesen lerombolták a szovjet csapatok. Horti Miklós lemondásával véget ért Horti Miklós kormányzása, és a Horti korszak Magyarországon, amely majd negyed évszázadig tartott. Ebben a videóban tehát láthattuk, megismerhettük a Horti korszak jellegzetességeit, megismerkedhettünk néhány jeles politikussal a Horti korszakból, köztük Betlen Istvánnal, vagy Gróf Teleki Pállal, és láthattuk azt, hogy az Antant, a kis Antant olyan gyűrűbe vette Magyarországot, hogy Magyarországnak nem volt nagyon más lehetősége külföldi kapcsolatokra, csak nyugat felé nyitni, ott pedig a fasiszta Németország és a Mussolini által vezetett Olaszország volt, és ez ebből egyenes arányosságban következett az, hogy Magyarország belesodródott a második világháborúba a németek oldalán, ami szintén oda vezetett, hogy Magyarország a második világháborúból is vesztes vesztesfélként került ki. Köszönöm a figyelmet!